Sziasztok, ez itt a koronavírus karanténnapló második része, mert hogy az első része egy kicsit zavarosra sikeredett, így aztán most érezni fogjátok, hogy ennek van folytatása, és van benne kraft. Itthon ülök immáron, egy napja, a tegnap még egy kicsit szaladgálós slótifut és napon volt, ugye néhány ügyfelet ezt meg kellett oldani, hát ugye ezek a tábmunkások már csak ilyenek, hogy állandóan dolgozni akarnak, szerencsétlenek. Mert átérzem a helyzetet, elég kaotikus lett egyébként a mai napra a szituáció. Elindult ugyanis a szabadrablás intézménye méghozzá cégesített formában, ami azt jelenti, hogy a lehetéri hentesnél egy ilyen szolid 2800-ra fölment a ára, de nálunk itt a telekitéri piacon egyébként Évi mesélte, hogy nagyjából ugyanezen az áron kapsz egy kis disznócombot, vagy darált húst, vagy... Szóval lényeg a lényeg, hogy az élelmiszer árak, azok így, az amúgy, amúgy, sem enyhén emelkedő élelmiszer árakról beszélünk, azok így kilőttek így raket, raketjaként a levegőbe, Úgyhogy akinek, akinek hústartaléka, az értelemszerűen már csak drágában tud beszerezni bármit. Úgy gondolom, hogy elég, elég, elég és rabló dolog ez az egész. Ez, ez, egyébként csak úgy az élet alakulással, Tehát, hogy oh, oké, okay, hogy nagyon sokan, hála jó egyébként, igen, tehát ez a legjobb tanács, nem menj ki. Ugye, uh, itt aztán, itt aztán a Kovács András Péter daltól kezdve bármit föl lehetne hozni, de tényleg, tényleg legyen ez az a motto, amit, amit, a legjobban nézven tartotok, hogy hogyha nem, nem feltétlenül muszáj, nem még a ház, ne menjetek ki az utcára, mert a verzió, bennetek van a koronavírus, ti fertőztök. B verzió, nincs bennetek a koronavírus, de bennetek lesz. És utána ti fertőztök. Tehát így, 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 így nincs jobb tanács. Ez, a, ez, a, ez, a, ez az egyetlen van and ultimate tanács, ne menj ki. Ha mégis ki kell menned, akkor megfelelő óvintézkedéseket kell tenni. Ez alatt értem azt, hogy, 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 hogy próbálj mindent elkövetni, hogy, hogy, hogy ne tudjanak téged, ha mondjuk távolból, nem mentek egymás közelébe, ugye ezt mondanom, se kell távolból, megpróbáljátok nem megfertőzni egymást. Ö, ilyenkor jól jöhetnek egyébként az ilyen kis segédeszközök, mint ö, sí vagy úszószemüveg, ugyanis a, a vírus előreláthatólag nyákkal, hártyán is fertőz, ami azt jelenti, hogy a szem, szemed, vagy tehát, hogy így érted, a, a szemedbe, orrodba bekerülve, ugye ornyákkal, hát a szem, szem, ez is fertőze, fertőzhető lesz, ugye, ha egy maszkot fölveszel, egy sima egyszerű orvosi maszkot nem kell bonyolultra gondolni, az meg az a baj, hogy nem a kívülről jövő ingereket fogja megfogni, hanem a belőlet kimenő bíros fogja megfogni. Tehát ez azt jelenti, hogy ö, ö, mindenképpen, mindenképpen azt, azt javasolnám, hogy, a, a, hogy ö, ö, leginkább ne érintkezz senkivel, ne menj senki közelébe. Ha teheted, egyébként, ha már muszáj, mindenképpen kimenned voltva, Értem én, elfogyott ez az amaz, potolni kell amíg lehet, addig, addig még azt mondom, hogy jó, küldjük ki a, a legfiatalabbat, az gyorsan elfut a vírusfertőző, a zombi horda elől. Tehát alapvetően, alapvetően a, ha mindenképpen ki kell menni vásárolni, próbáljátok meg most fokozottan a készpénzmentes fizetést előnyben részesíteni. Ez azt jelenti, hogy ott a bankkártya érintős fizetés, 5000 forint alatt vásárolsz, akkor általában nem kér pinkódot. Ha mégis kér pinkódot, akkor legyen rajtad gumikesztyű. Nem, amúgy is legyen rajtad gumikesztyű. Elmentél, bevásároltál. Lehet, hogy hülyén nézel ki a motoros, a sí és az úszószemüvegedben, de uh, legalább nem megy a szemedbe semmi. A tételezzük föl, hogy sikerrel bevásároltál, hazaérsz. Így leteszed az acskót az ajtón belül. Nem mész a lakásban senkinek a közelében. Leteszed az acskókat az ajtón belül. Összes ruha le. Kézmosás. Első lépés, kézmosás. Szappanos kézmosás, a szappan bontja a vírus szöveteit, elpusztul. Ha megmosod a kezed, arcmosás, hogy lemosd magadról, meg, 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 meg addigra már így vakarózol. Szóval a lényeg az, hogy a, 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 kezedet mosd meg, amikor hazaérsz. Mielőtt vécézel. Nem berohansz, pisélsz kezet mosol, berohansz, kezet mosol, pisilsz, kezet mosol. Ha teheted, ha van rá lehetőséged, akkor a teljes ruha le, ami már értelemszerűen ilyen pólónadrág, de, de ha teheted, akkor teljes ruházat le, mehet a mosógépbe, nem kell kimosni, bedobod a mosógépbe, és amikor megtenik a mosógép, akkor majd mosol. A következő, mit tudom én, három szett még talán belefér. A, ezek után lezuhanyozol. Túl, fürdő sampon, nem kell sokat használni az a lényeg, hogy mindenhova jusson egy kis vegyszer, mindenhol le legyél öblítve, szép tiszta legyél, mint a ezért, mondom, hogy az újszülött cseklemő, mert az, az tiszta vér meg tök undorító, de tehát, hogy így, így értitek. És akkor ezek után, ezek után bemehetsz így a saját lakásodba anélkül, hogy körbefertőzne bárkit. Ez, 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 ez szerintem legalábbis így a, a kimozdulás a, a, a egészségügyi a amit egyébként is meg lehetne tenni természetesen. Tehát, hogy hozzáteszem, hogy az emberiségnél, a, a, már az őskor óta a legnagyobb probléma az a betegség, és ugye szemmel volt az, aki Szemmelweis Ignác, ugye orvos, volt az, aki a kézmosást ö, kitalálta, hogy az, az milyen jó lesz. Ö, nem tudom, hogy ez, 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 ez persze mennyire, mennyire szomorú vagy nem szomorú, de a lényeg a lényeg, hogy ö, figyeljetek fokozottan arra, hogy ö, ha ki is kell mozdulni, feltétlenül minimalizáljátok, távolságot tartotok, ö, és semmiképpen ne fertőzzétek össze a családotokat, mert az nem jó. Férfiak egymás között köszönés. Ugye kézfogás nyista, öklözés nyista. Ha feltétlenül fontos, viszont van a csirkézés. A csirkézés az egy, az, 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 az egy abszolút -e fanatikus dolog, imádom. A, 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 már lent is csirkézünk, tehát, hogy már, már a csirkézés terjed, ez a könyök köszönés. Van rajtunk nagy kabát, mindenkin, de hát ez, ez egy alap. És így csirkézünk egyet, így. És akkor így, ezzel így ez, 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 ez egy kézfogás helyett most kirkézés van. Úgyhogy ö, ö, titeket is arra buzdítalak, hogy ha már feltétlenül köszönni kell, én is lemegyek a sarki kisboltba, Szia Gyuri, hogy vagy? Egyébként ugye itt lakik a fölöttem lévő lakásba, Szia Gyuri, hogy vagy? Meg vagy minden rendben? Szevasz! És akkor így ezzel meg van oldva a probléma, ö, ha már feltétlenül muszáj valamit csinálni mindenképpen. Hozzáteszem, hogy a pacsi, a kézfogás, és az öklözés, minden esetben vírusokat visz át. Nagyjából a kézfogás a legtöbbet, a pacsia a második legtöbbet, és az öklözés az utána már jóval kevesebbet, körülbelül tizede annyit egyébként. Ez a verzió, ez nullát. Ugyanis az általában van rajtunk, most ebben az időben még talán egy nagy kabát, de egyébként is a könyökünkön, ha nincs egy nyílt akkor abszolút mértékben működőképes lehet a dolog. Tudom, hogy egy kicsit, hogy mondjam, hatósági tájékoztatásnak tűnik a dolog. Én azt látom, hogy nem veszik az emberek komolyan ezt az egész szituációt. Nem fogják föl annak a jelentőségét, hogy hogyha nem figyelnek oda egy, egy picit, picit egymásra, meg magukra, akkor ennek ugye az lehet a következménye, hogy hirtelen nagyon sok ember megbetegedik és nem fogja tudni az egészségügyi ellátórendszerünk lekezelni a szituációt. Tehát hirtelen egyszerre annyian kerülnek kórházba, amit ugye az olaszoknál már mutatnak is, ott elég tragikus a helyzet egyébként a napi információkat követve. Tehát, hogy annyi, annyi, annyi beteg kerül hirtelen be az ellátórendszerbe, hogy mit tudom én, egy orvosra fog jutni 150 darab beteg, értelmszerűen senkivel nem fog tudni kellőképpen foglalkozni, és igazából ez fogja vesztünket okozni, hogy a, azt a négy azt a darab tüdőgyulladásos, kb. ez a százalék, hogy száz emberből, körülbelül négy-öt az, aki ö, ö, olyan komoly tüdőgyulladásos panaszokkal kerül be, mert körülbelül olyan, 20% az, akivel egyáltalán probléma lép föl, de ebből is, ebből is csak egy töredéke az, aki ö, rendkívül súlyos tüneteket mutat. És nem tudja kiszűrni az orvos, hogy melyik az, aki enyhe tünetekkel kezelhető, és kis segítséggel, meg ki az, aki rá kell baszni azonnal a lélegeztető készüléket, ugyanis nem fogja tudni kezelni a rendszer. Ezért van a karantén, ez, ez, ez ezt próbálja lassítani, elnyújtani, és ö, ezt kéne megérteni, nem az, a, nem az a lényeg, hogy megbetegszünk, vagy nem betegszünk meg, hanem az a lényeg, hogy amikor megbetegszünk, akkor tudjunk orvosi ellátást kapni. Vannak a fokozottan veszélyeztetett emberek, de most most, ugye, tehát alapvetően nem erről van szó, hogy mi fokozottan veszélyeztetettek vagyunk. Aki fokozottan veszélyeztetett, például édesapám képcivroham után, őt, ő, ő, ő nála például az van, hogy felhívom telefonon, hogy szia, hát majd találkozunk három hónap múlva, de mivel nálunk egy eleve amúgy is, tehát hogy ö, én rájöttem egyébként, hogy nagyon durván ö, ezért nekem ez a karanténnál, így felém lejt a pálya, mert olyan, mint csak hogy, 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 én, én amúgy is karanténban élnék. Tehát édesapánnál például megmondtam, hogy ne arra, hogy de nem kockáztathatom meg azt, hogy én most oda megyek hozzád hogy ráncsolni, is tök jó lenne kijönni a kerben, mert 20 fok van odaként, mert egyszerűen nem tehetem meg azt, a, nem kockáztathatom meg azt, hogy kinyírom a Ugye lehetséges az, hogy én is meg vagyok fertőződve koronavírussal. Az emberek 80%-ánál ez relatíve tünetmentes, és ő neki meg halálos. Tehát azért mondom, hogy, hogy, hogy most kivételesen, kivételesen a, a... hogy mondjam, vannak nem minden hatósági figyelmeztetésnek kell bedölni, de ezt érdemes betartani. És érdemes azon elgondolkodni egyébként, hogy ezt a ezt begyakoroljuk, akkor ez egy esetlegesen később egy, hello, egy, egy, egy bármilyen egyéb járvány esetén is ö, ö, ugye már egy rutin lehet. Ö, Ugye arról beszéltünk, hogy a boltok azok eszement módon viszik föl az árakat. Mondom, mivel a kisboltos fölöttem lakik és kommunikálunk, ezért elmesélte nekem, hogy ez sok esetben nem minden, hozzáteszem, de sok esetben már a nagykereskedelmi oldalon jelentkezik ez a áremelkedés. Ez azt jelenti, hogy én vettem ilyen zöld bab, meg borsó, meg ilyeneket, és mondja, hogy a nagykerára emelkedett 100 forinttal már a terméknek. Hát mondom, bazd meg Gyuri, hát 300 forintért vettem egyet. Tehát, hogy 33%-at ugrott két nap alatt az ára. Kettő nap alatt. A, a, a hústermékek úgy szintén 30-40%-kal emelkedtek, úgyhogy ugyanennyivel emelkedtek az év elején is. Tehát ez azt jelenti, hogy december óta majdnem 80-100%-ot emelkedett az élelmiszerek ára az megfizethetetlen lesz egy idő után éhező, éhező tömegek lesznek az utcán, illetve ölni fognak az emberek gyerekek, ha, 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 ha kitör egy éjszéglázadás, vagy ö, nem lesz pénze az embereknek élelmiszerre, ö, ö, esetleg nem lesz élelmiszer, abból akkora, akkora nagy, izé, ö, tehát hogy amikor az apokaliptikus ö, filmeket nézitek, akkor ugye mindig úgy nézitek, hogy úristen, én sose kerülhetek ide, de oda kerülhetsz. Úgyhogy... Ö, Ja, hát a karantén szabályok betartása az elsődleges. És legyen, tényleg legyen az a mótó, tényleg, ez, ez, ez a legfontosabb mótó, ne menj ki. Tízből tíz olasz is ezt ajánlja, egyébként megkérdezték az olaszokat, hogy mit ajánlanak a tíz nappal ezelőtti önmaguknak. Igaz, hogy ez már két napja volt, tehát most már tizenkét nappal ezelőtti önmaguk. Na, de ők is azt mondták, hogy tízből tizen azt mondták, hogy ne menj ki basztuk el, hogy kimentünk, hogy, hogy, hogy nem vettük komolyan. Gyerekek azt gondoljátok végig, értem én, hogy délután háromig nyitva vannak a boltok. Szerintetek időlimitre működik a karantén ö, ö, esetén a koronavírus. Délután háromig nem fertőz, délután három jó, meg fertőzök, nem. Nem. Úgyhogy ö, otthoni programok, otthoni programokat kell, és igyekszek itt a csatornán is ö, egy csomó otthoni programot mutatni. Ezek nem feltétlenül irányadó, mint inkább idő előttő tevékenységek lesznek, ö, amit mindenképpen én is én magam is tervezek, néhány kajának a megfőzése. Ö, Kenyeret már sütöttem életem során, de zsömlét még nem. Úgyhogy ö, én rögtön neki megyek majd egy ö, ö, jó kis császár zsömlének, mindenképpen föl fogom venni, tehát lesz róla videó. Ö, esti szórakozási lehetőségek. Ö, teljes repertoárban készülünk az évivel, ö, rakjuk össze a műsortervet, valószínűleg ö, esténként fogunk rögzíteni anyagokat, fogunk csinálni videókat, előfordulhat ugye ezen a vonalon élőadás is, tehát ö, azért mondom, hogy most nagyon figyeljetek a Youtube-ot. Játékfronton, játékfronton, ö, még nem aludtam ki magam, de valószínűleg két nap múlva ez megtörténik. Ha nagyon kipihent vagyok, ha nagyon friss vagyok, ha nagyon itt vagyunk agyban, akkor fogunk játszani. Figyeljetek a, a, a Twitch csatornát, figyeljetek a Youtube csatornát. By the way, a mai naptól fel fogom bővíteni a leírásban az elérhetőségeket. A minden Youtube videó, már hogy a, ami mostantól megy minden Youtube videónál, ugye az alapértelmezett leírásokat bővíteni fogom. Twitch, Youtube, Facebook, weboldal, minden szírszar benne lesz, azért, hogy ezért tájékozódjunk. Ha valaki nagyon elbizonytalanodik, nem tudja, hogy mi van, információk kell, segítség. Postafordultával az e-mailekre is próbálok reagálni, ha más nem a vlogban, vagy rögtön leírom e-mailben, ne fogjátok magatokat vissza, inkább ne menjetek ki az utcára megkérdezni, ahelyett, hogy ö, ö, otthon maradtak. Úgyhogy kivételesen azt mondom, hogy, a, hogy mondjam, a humanitárius szolgálat is be fog indulni ezen a téren. Ö, mi az, ami, mi az, ami ö, ö, még szeretnétek, mi az, ami, ö, ami, ami jó lenne, mi az, amire szükségetek van, mondjuk tartalom terén, információ terén, nyugodtan nyomjátok a kommenteket is alulra, ö, ha, ha olvastam és, és nem túl gyökér, akkor kap egy szívecskét, ha kell, reagálok rá, ö, ne fogjátok magatokat vissza. Ö, Hát így most azt kell mondjam, hogy a, ami viszont engem érdekelne, tehát ami, amit mindenképpen írjatok már róla valamit, vagy tájékoztassatok, hogy működik a távoktatás nálatok. Tehát, hogy így, 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 így azt mondják, hogy ugye beindul a digitális távoktatás, és én arra vagyok kíváncsi, hogy ez, ez így a keleti végeken, ahol van nyolc gyerek, és kéne nyolc darab számítógép hogy aztán ugye a Marika néni az iskolából el, 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 elküldhesse a házi feladatot. Tehát ez így, ez így hogy? hogy működik, vagy, 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 működik, vagy nálatok működik, hol laktok, mit tanultok, működik-e a távoktatás, vagy szünet van, vagy mi van, írjatok már nekem erről egy szíves kommentbe, ö, abszolút -e érdekel, abszolút -e jó lenne tudni. Ö, ami érdekesség, hogy ö, ugye a kormány az az összes egészségügyi dolgozónak, és a szociális munkásának ugye a, a, az adatait már elkezdte listázni kifogható hadra, ki le kit lehet bevonni. Uh, ugye erről voltak hírek is. Uh, reméljük, reméljük, hogy uh, uh, nem lesz kényszermunkáka uh, ez alatt, de azért arra készüljetek föl, hogy uh, egy, uh, hogyha ebben a szektorban vagytok, akkor bizony-bizony akkor jöhet egy telefon, hogy uh, HOPE van és megyünk dolgozni. Uh, viszont uh, azt is tudjátok, hogy ezt, ezt nem feltétlenül lehet munkabér nélkül elkövetni veletek. Készüljetek föl ti is. Ö, ja, hát így most legyen nagyjából ennyi. Ö, tényleg ö, komment szekcióban várom, várom az üzeneteket, kérdéseket, óhajokat, ö, sóhajokat. Meséljetek el, hogy ti hol laktok, és tiked, ö, titeket hogy oktatnak, ó, oktatnak, és ne menjetek ki. Sziasztok!